A kínai bambuszkultúra kiállításnak adott otthont az Újhegyi Közösségi Ház kőbányán. A három napig tartó kiállításról és annak megnyitó ünnepségéről dr. Murai Gábor beszélt részletesen. Mi a rendezvény célja és miért éppen kőbányán szervezték meg ezt a kiállítást? Anton Mu, a bécsi kínai kulturális központ vezetőjével most már sokadik kiállítást rendezünk itt Kőbányán. Eddig a Kőrösi Kulturális Központ Kőrösi galériájában voltak kiállítások, festmények elsősorban. Most pedig ezt a csodálatos bambusz kiállítást pedig a most nyíló Újhegyi Közösségi Ház kiállító termébe hozták, ami egyébként nem csak kiállító terem, hanem egy multifunkcionális terem, de fantasztikusan jól lehet kiállításokat is csinálni. És mi a rendezvény célja? A rendezvény célja, hogy bemutassa Kína 5000 éves hagyományát a bambusszal kapcsolatban. A bambusz az iparban, a mezőgazdaságban, és itt elsősorban a művészetben milyen módon szerepel. Fantasztikus, ahogy tényleg több ezer éves technikával faragják az egy bambuszból ki akár egy egész falu házait, embereit, tevékenységét, és ez mind belefér egy bambuszba. Tehát egy gyökérből táplálkozik tulajdonképpen az egész kis mikrovilág, amiket kifaragnak. Milyen alkotásokat láthatnak itt az érdeklődők? Hát többek között, amit említettem, tehát vannak életmódot bemutató, kínai tradicionális életmódot bemutató ábrázolások, tehát az állatokkal való bánásmód, mezőgazdasági munkák, a zenélések, ugye Kínában rettenetesen fontos a zene, és a különböző hangszereket, ugye látunk itt legalább 40 féle különböző hangszert, ami bambuszból készült, és az ábrázolásokon is látjuk, ahogy ezeken a hangszereken játszanak a kínai művészek. Kiket hívtak meg a rendezvényre, és kik fognak beszédet mondani? A rendezvényen jelen lesz Zhou Tao, a Kína kulturális miniszter helyettese. Itt lesz a kínai Magyar Baráti Társaság elnöke, a kínai magyar nagykövet, és Szőcs Géza költő. Kedves vendégek, üdvözöljük Önöket! 我是中国竹文化展策展团团长魏小英，很荣幸能担任本次这个开幕式的主持，谢谢。 Én a kínai bambuszkultúra kiállítás főszervezője vagyok. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy megtarthatjuk ezt a kiállítást. 今天下午，美丽的布达佩斯金风送爽，多瑙河民族异彩流光。中国竹文化展在哥白尼新山馆隆重开幕。 Ezen szép délutánon, bár az időjárás egy picit hideg, de Budapest megtartotta a szépségeit, és örülünk, hogy ebben a csodálatos teremben megtartatjuk a kiállítást. Nagyon szépen köszönjük minden magyar résztvevőnek a Kínai Irodalom és Művészeti Szövetség támogatását, illetve a többi kínai és magyar segítők segítségét. 是这样一个历史悠久却藏在深闺的竹文化项目得以在国际舞台上首展风采。 Köszönjük Önöknek, hogy ezt a szépséges, hosszú múltra rendelkező bambuszkultúrát elhozhatjuk Magyarországra, és nemzetközi színpadon is be tudjuk Önöknek mutatni. 即将开展的竹文化项目涵盖了竹文化与中国人民几千年来物质生活、精神追求、情感寄托的林林种种。 A kínai bambuszkultúra nagyon hosszú múltra vezet vissza Kínába, és nagyon mély kapcsolatai vannak a kínai kultúrával. 刚才古琴演奏家柯里女士、竹乐演奏家李娟女士所演奏的美妙乐曲。 为我们展现了中国江南千山披绿、万壑流翠、竹影婆娑的美丽景象。 Az előbb a kettő darab hagyományos kínai hangszeren elhangzó zene bemutatta számunkra Kína tájait, hegyeit és vizeit és szépségeit. 也描述了竹文化给中国百姓带来的丰富多彩、和谐欢快、宁静优雅的幸福生活。 Továbbá bemutatta számunkra, hogy a bambuszkultúra milyen erővel bír a kínai kultúrába, illetve milyen boldogságot hozott a kínai nép számára. 尊敬的马迟盖哲先生、伽马将军、拉斯洛先生。
tisztelt parancsnok, tisztelt elnök, tisztelt megbízott. 尊敬的周涛主席, tisztelt Zhou Tao elnök. 各位嘉宾, 女士们, 先生们. Tisztelt vendégek, hölgyeim, uraim. 应匈中社会关系发展促进会邀请, 受中国文联委派, 我们一行来到美丽的匈牙利的布达佩斯, 举办中国竹文化展。 A Magyar-Kínai Kapcsolatok, a Társadalmi Kapcsolatokat Fejlesztő Szövetség meghívásából, a Kínai Irodalmi és Művészeti Szövetség megbízásából jöttünk el Magyarországra, hogy megrendezzük a kiállítást. 首先请允许我代表本次展览的主办方对各位嘉宾、各位朋友前来参加本次展览的开幕式和参观展览表示热烈的欢迎。 Először is hadd adjam át üdvözletemet minden kedves vendégeimnek, és öröm számunkra, hogy eljöttek kiállításra. 对为本次展览付出大量心血的承办方、协办方、中国驻匈牙利大使馆和为本次展览提供场馆的哥白尼新山展馆表示诚挚的感谢。 Ezen kívül nagyon szépen köszönjük minden résztvevőnek, minden támogatónak, főleg a kínai nagykövetségnek, illetve az Újhegyi Közösségi Háznak, hogy megtarthatjuk ezt a kiállítást. A kínai nép, illetve a kultúra nagyon mély kapcsolatokkal van a bambusszal. 形成了丰富多彩、独具特色的竹文化。 És ez a mély kapcsolat egy egyedi bambuszkultúrát eredményezett. 宁可食无肉，不可居无竹. 中国宋代著名文豪苏东坡的名言，揭示了中华文明中一个特殊的现象. Egy híres régi kínai költő Szudompó úr azt mondta, hogy lehet, hogy nincsen hús a tányérunkban, viszont a házunk az biztos, hogy bambuszról kell, hogy épüljön. 那就是 竹作为一种特殊的质体，已经渗透到中华民族的物质与精神生活的方方面面。 Ez is kimutatja, hogy a bambusz a kínai nép számára nem csak egy növény, nem csak egy dísz, hanem már nagyon mélyen belemélyült a mindennapi életbe is. 在漫长的历史中，竹与中国的古代工农业生产、交通运输、武器、军事、文学艺术。 以及人们日常生活的方方面面关系密切。 Az idő során a bambusz nem csak a művészetbe hatott be, hanem a mindennapi életbe, illetve a fegyvergyártásba, illetve a közlekedésbe is. 竹制的书写工具、工艺品、乐器、日用器皿、生产用具、建筑、交通工具等等，都是中国人民为了特定的实践需求而有意识地用竹所创造的。 文化景观. Ezen kívül az összes bambuszot gyártott tárgy, például a házak, a közlekedési eszközök, az íróeszközök, a hangszerek, ezek mind a bambusz jelentőségét mutatja ki. 同时在宗教、伦理、文学艺术中，竹也直接表现着象征着人们的情感、思维、观念、价值、理想等精神世界。 Ezen kívül a bambusz belehatott a vallási világba is, ezen kívül jelképezi a kínai nép gondolkodását, illetve művészeti stílusát is. 比如竹的枝干挺拔修长，四季清脆，傲霜凌雪，因为这种形象特征与人的那种不畏逆境、不惧艰辛、中通外直。 宁折不屈的精神风貌相类似，而备受中国人民的喜爱。 Ezen kívül, mivel hogy a bambusz mint növény nagyon egyenes és magasra nő, ezen kívül az év minden évszakában megtartja zöld színét, és kibírja a hideget is, a záport is, ezért ezt a jellemző jellegzetességét át akarjuk venni, mint kínaiak a mindennapi életbe, és jelképezni akarjuk ezzel, hogy mint ember mi tanulnunk kell, nekünk tanulnunk kell a bambusztól, mint növénytől. 因此中国人们把竹人格化了,
把它和梅花、兰花、菊花等并称为四君子。Ezen emiatt is a bambusz a kínaiak számára már egy nagyon különleges növény, és megszemélyesítettük a növényt, szóval egy különleges jelképet adtunk számára. 中华文化浸透了竹的痕迹，悠悠五千年，中华民族的成长、壮大与繁荣，正是一部竹文化繁衍发展的史诗。A bambusz, mint egy növény, végigkísérte a kínai nép fejlődését, a Kína 5000 éves múlttal rendelkezik, és ez a növény 5000 éven keresztül kísért minket. 随着人类环保意识的增强，竹子的优良特征和开发价值得到重新的认识。Az idő múltával, hogy az emberek rájöttek arra, hogy védeni kell a természetet, a bambusz tulajdonságai megint szem elé kerültek. 竹作为一种速生的资源，与木材的替代对木材的替代作用显著，而竹制品因健康环保的特性，在生活中的用途十分广泛。Mivel hogy a bambusz a fához képes egy nagyon gyorsan növő növény, ezért remekül tudja helyettesíteni a fákat, és a bambusszal készített tárgyak egészségesek és környezetvédőek, ezért a mindennapi életben is használjuk őket. 竹林还具有调节气候、涵养水源、保持水土、降弱噪音、净化空气、防止风害的作用。Ezen kívül a bambusznak az időjárás is be tudja folyásolni, ezen kívül meg tudja tartani a víz tisztaságát, a föld termékenységét, illetve csökkenteni tudja a zajt, a levegőt tudja tisztítani, illetve a nagy zivatarokat meg tudja gátolni. Xiongyali, Sanhe Xiumei, Wenhua Cuicán. A magyar nép, illetve Magyarország egy szépséges hely. 音乐家弗朗兹·李斯特和巴托克，作家凯尔泰斯·伊姆莱、埃斯特阿兹·彼得，他们的作品在中国家喻户晓，深受人们的喜爱。A magyar nép kultúrája, illetve ennek hírneve Kínában is nagyon elterjedt, például Liszt Ferenc neve, Petőfi Sándor neve, Bardók Béla neve, ezek mind elhangzottak Kínában is. 文化是沟通人与人心灵和情感的桥梁，不同的地域文化的交流与互动，既可以丰富人们的生活，也推动着人类文明的进步。A művészet gyakorlatilag egy híd számunkra, amely áthidal minden akadályt, és összeköti a nagyon távol lévő földrészeket is. Ennek segítségével tudunk egymással kommunikálni, és egymással tanulni, ezzel támogatni az emberiség előrehaladását. 我们希望通过这次展览，增添一扇中匈文化交流的窗口，让我们更热烈的期待这样的机会越来越多，天地越来越宽阔。Bízom abban, hogy a mai kiállítás további lehetőségeket fog előhozni a kínai és magyar kultúrák, illetve művészetek kapcsolatába, és további munkákat tudunk majd végrehajtani ennek előreléptetése támogatásából. Szőcs Géza tolmácsolta a magyar kormányzat álláspontját Kínával és a Magyarországon élő kínai közösséggel kapcsolatban. Magyarország nagyra értékeli Kína barátságát. Az elsők között volt, akik elismerték az új Kína létrejöttét, és a legnagyobb tisztelet és elismerés és nagyra becsülés határozta meg mindig is a magyar politika viszonyulását Kínához. Magyarországon már több évtizede nagyobb számban letelepedett kínai barátaink, munkájával kapcsolatban pedig a legnagyobb elismeréssel van. A kínaiak úgy illeszkedtek be a magyar társadalom rendjébe, hogy meg tudták őrizni
kultúrájukat, mint ahogy a nyelvüket is. Tehetséges, hasznos és szorgalmas polgárai Magyarországnak. Magyar kormány akkor is megbecsülné az itt élő kínai barátaink munkáját, ha nem létezne egy nagy és erős Kína a Távol-Keleten. És Magyarország akkor is megbecsülné a kínai anyaországot, ha nem lennének kínai honfitársaink itt közöttünk. De ha már adott ez a helyzet, akkor Magyarország az itt élő kínaiakban egy szoros kapocs lehetőségét is megbecsüli a kínai anyaország felett.